következő jelöltünk tehát a múlt szombaton a saját szívével játszott, most azonban, hölgyeim, az önökével fog. Következő jelöltünk tehát egyik sztárvendégünk szívét veszi célba, ám ezúttal semmit nem bíz a véletlenre. A Back to Black együttes méltán népszerű szakszofonosa Bársony Bálint volt segítségére a felkészülésben, hogy miként és milyen eredménnyel hamarosan kiderül, következzék tehát Rakoncai Máté! A színpadon Rakoncai Máté! Máté, biztos, hogy nem tévedtél el. Mi a terved evel a szaxofonnal? Meglepetéssel készültem. Hangok és érzelmek világában szeretnék ma elmerülni. Okay. Megpróbálok ráhangolódni egy hölgyre. A színpad a tiéd. Hajni, kérlek, gyere a színpadra. Szia, örülök, hogy itt vagy. Szia. Kérlek, állj a színpadnak arra a részére. És fordulj velem szemben. Zene és mentalizmus. Két világnyelv, mely szavak nélkül köti össze az embereket. Mindkettő uralja és befolyásolja az érzelmeket. Hajni, kérlek, fordulj a közönség felé. És hunyd le a szemed. Hunyd le a szemed, és csak az én hangomat figyeld. Zárd ki a külvilágot, csak az én hangomat halld, csak az én hangomat figyeld. Hajni, szeretnélek megkérni, hogy most gondolatban válassz ki egy dalt. Egy olyan dalt, amit mindenki ismer. Képzeld el, Hajni, hogy bekapcsolod a rádiót, a te rádiódat. Képzeld el gondolatban, hogy bekapcsolod a rádiót, és megszólal benne egy ismert dal. Hajni, megvan a dal a rádióból? Megvan. Megvan a dalod? Megvan a fejedben? Meg. Ismert dal. Kérlek, hogy kapcsold össze a dallamot olyan érzésekkel, érzelmekkel, személyes élményeiddel, melyek nagyon fontosak számodra. Megvan. Kérlek, fordulj felém, és nyisd ki a szemed. Kiválasztottál egy dalt. Kapsz egy vázlatfüzetet és egy tollat. Kérlek, fogd meg. És szeretnélek arra megkérni, hogy az általad választott dal címét írd fel a vázlatfüzet első lapjára. De úgy, hogy hátat fordítunk egymásnak. Tehát nem szeretném látni, hogy mit írsz fel. És senki ne lássa a jelenlévők közül. Forduljunk meg. Fordítsunk egymásnak hátat, és írd fel, kérlek, a címet nagy betűkkel, hogy később megmutathassuk, és jól látható legyen. Ha kész vagy, szólj. Kész vagyok. Csukd be a vázlatfüzetet. Fordulj felém, és add nekem a tollat. Megpróbálok belelátni a fejedbe. Megpróbálok rád hangolódni. Rád hangolódni, és a dallamra hangolódni. Most szeretném, hogyha összeérintenénk a homlokunkat. Jó, érintsd a homlokod az enyémhez. És közben gondolj a dalra. Jászd a dalt a fejedben, csak a dallamot, de csak magadban. Jó? Mm.
a dalod, a dallamod, amit választottál, lehet egy kedves, szép dallam. Lehet esetleg egy teljesen más jellegű, egy dinamikus, egy erőteljesebb dallam. De szerintem a te dallamod, hajni a szem a lélek tükre. A szemed segít nekem. A te dallamod egy olyan dallam, ami egy kedves, érzelmes, szép dallam, igaz? Igen. Most azt hiszem, egy lépéssel közelebb kerültem hozzád. De még folytatom. Hajni, kérlek, a jobb kezed tedd a bal vállamra. Az én bal vállamra, az itt van. A te jobb kezed. Sose tudom. És... nézd mélyen a szemembe. Jászd a fejedben a dallamot, csak azt az egy dallamot, a te dallamodat. Mennyi minden van egy emberi érintésben? Ez biztos. Az élet zenéjét a nők adják. Jászd a dallamot a fejedben, engedd, hogy átjöjjön. Rakd bele az érzelmeit, rakd bele az érzéseidet. És engedd, hogy belelássak fejedbe. Hajni, ez volt a dal, amire gondoltál? Igen, ez volt. Ez volt a dal, amit választottál? Eltaláltam. Hajni, nyisd ki a vázlatfüzetet, és mutasd meg mindenkinek, amit felírtál. I just called to say I love you, ugye? Az. Nem akarok zavarni ám itt, ha ez felhívás keringőre. Ugyan, zavarj. Inkább. Inkább? Te vagy zavarban inkább? Persze. Uh-huh. Valamilyen különleges emlék kötődik ehhez? Tehát, hogy a párod esetleg... Ezt már nagyon sokszor énekeltem, ezt a dalt. Úgyhogy rögtön, amikor azt kérte tőlem, hogy válasszak ki egy dalt, ugye hirtelen mi jut az eszébe az embernek, az, ami a legközelebb áll hozzá. És nekem ez a dal, ez nagyon közel állt hozzám, úgyhogy... ezt választottam. Köszönöm szépen. Foglalj helyet. Köszönöm. Te Mátér, mit mondjak? Bill Clinton megirigyelhetne, azt hiszem. De lássuk, mit szól mindehez. Uri Geller. Máté. Amellett, hogy érdekes mentalista vagy, látom, hogy több mindenben vagy tehetséges. Nos, a keveréke a zenének azzal, hogy átvitted az agyhullámokat Hajni agyából a tiédbe, és hogy egyszerűen képes voltál azokat átalakítani először hangokká, aztán pedig egy dallammá, nagyon-nagyon érdekes, és nagyon meggyőző is volt. Összességében tehát ez egy szórakoztató és meglepő előadás volt. Bravo! Thank you.
Máté volt az, aki nekem a legjobban tetszett, hiszen kitalálta az én gondolatomat, azt, hogy milyen zenére gondoltam, és ez csodálatos. Most már csak annyit kérek tőle, hogy a továbbiakban ne gondolkozzon a fejemmel. Furcsa volt, egy szaxofonot hozott a színpadra. Olyan, mint a nem is ide készült volna. És ez a kombináció, a szaxofon, a zene és a mentalizmus kapcsolt, jól ment.